A PMFC Öregfiúk Egyesület szombaton emléknapot tartott a Pécsi Klubhoz ezer szállal kötődő, tavaly előtt decemberben elhunyt idősebb Dárdai Pál tiszteletére. Nem volt kérdés, hogy fia, Dárdai Pál örömmel fogadja a meghívást, a megemlékezést. Egyetlen kikötése volt, futballal, mérkőzéssel emlékezzenek szeretett édesapjára. A legendás PMFC stadionban fia mellett két kisebbik unokája, Marci és Bences pályára lépett, na meg a Pécsi Klub futball jó néhány jeles alakja. Aki a pályán volt, azokkal ő is kapcsolatban volt, mind a két csapat részéről, vagy öreg fiúkba, vagy edzőként, vagy játékosa volt, és ilyen szempontból ez egy szép délután volt. Ilyen sok néző volt, ilyen jó hangulat, sok gól, szerintem klassz volt. Nyilván rengeteg kedves emléked van édesapádról, egyet, ha megosztanál velünk. Hát én ezen a pályán nagyon sokat jártam ide ki, és amikor nyári felkészülés volt, akkor ugye futottak nagyon sokat. Vödör volt ide téve, és amikor ideért a csapat, mikor futottak, ilyen 4-5 éves voltam, én locsoltam őket, hogy jobban bírják a futást, úgyhogy én az öltözőben ezen a pályán nőttem fel. Hány éves voltál, amikor először kihozott a édesapád? Hát édesanyám hozott Mózes kosárba állítólag, arra nem emlékszem, de utána 3-es korom óta nem jártam direkt kis csoportba, hanem minden délután itt voltam vele. A focipályán vagy a masszőrök, vagy a sérült játékosok, vagy ő foglalkozott velem, tehát én szó szerint itt nőttem föl. A Hertha BSC kispadjáról az előző idény végén távozó edző családjával Zamárdiból érkezett a mérkőzésre, a nyár nagy részét ugyanis az ottani nyaralójukban töltik. Ugye a nemzeti sportnak azt mondtad még a szezon vége előtt, hogyha vége van a szezonnak, akkor te a hétköznapi pali leszel, bevásárolsz, kertet építesz, sikerült a kertet rendbe rakni. Berlinbe is, Zamárdiba is, úgyhogy teljesen jól csinálom a dolgaimat, amit nem tudok, mert a Mónika kijavítja, úgyhogy így vagyunk egy páros, amit a gyerekek szétvágnak, rendetlenséget csinálnak, most ketten csináljuk, most legalább megbecsülöm, hogy egyedül tartott rendet, hogy milyen fontos. Sikerült már egy picit kipihenni magadat? Igen, úgy gondolom, hogy most már többet alszom, nem úgy kerek, hogy 6-30 automatikusan, én azt gondolom, hogy most kezdek abba a fizikai állapotba kerülni, hogy jól esik. Tehát nem kell szenvedni, nem kell gondolkozni, mi meg hogy lesz, úgyhogy minden frankó. Ja, jól tudom, akkor most Zamárdiban vagytok a családdal, és a horgászásnak is szenvedélynek élsz. Látom, hogy Szélesi Zoltánnal jöttél, adott-e már tanácsot, hogy hogy kéne nagyobb pontyot fogni? Igen, amit én beszakítok botokat, azt addig megkötözi, úgyhogy ilyen szempontból el vagyunk, de van rengeteg segítség. Tehát nagyon sok barát van a Zamárdiban is, úgyhogy fogunk szépen halakat, nem kell szégyenkezni. Melyik volt eddig a legnagyobb fogás ezen a nyáron? 3 kilós ponty, az már valami, azon már lehet valamit kezdeni, majd meglátjuk, mi lesz a nyár végéig. Mit terveztek a nyár végig, Zamárdi, vagy azért máshova is elmentek pihenni? Nem, nekünk ez a nyaralás, mi is terveztük valamikor, mi jól érezzük magat, nagyon ott az emberek is megszoktak, békén hagynak, normálisak, ugyanolyan üdülő vagyok, mint az összes többi ember, és ilyen szempontból ez nagyon kellemes. Gyerekek is szeretnek jönni, úgyhogy minden rendben. Hosszú távra tervezel a hétköznapi palival, vagy azért elgondolkodsz a megkereséseken? Úgy hallottuk, hogy azért többet is kaptál. Rengeteg, a Bundesligában is volt komoly megkérdezés, külföldről rengeteg ajánlat, tehát én mindenki megmondtam, hogy én pihenek. Amikor úgy érzem, megint tűz van a szemembe, hogyha belenézek a szemembe, és azt mondom, hogy igen, most ezt megcsináljuk, és ez érzi a játékos, akkor kell még edzősködnöm. Most nem, kicsit elfáradtam, ez most jól esik, hogy el vagyok. Bár a tévét vagy már 3 hete nem kapcsolta be, és a telefonját is csak ritkán nézi, a csoportját vezető magyar labdarúgó válogatott EB-s rejtező mérkőzéseit természetesen figyelemmel követte. A hazai meccseket élőben néztem meg mind a kettőt, tehát jó taktikával játszanak, hozzák a maximumot, a szlovák meccs fogja eldönteni a sorsunkat, ott meg a Gruppam Arénában szerintem a magyar szurkolói kultúrával, ami kialakult, ami nagyon pozitív, azt gondolom, hogy nagy szansunk van kijutni az Európa-bajnokságra, eddig minden pozitív, és ez klassz, mert a srácok a nyári szünet alatt még erőt tudnak tankolni, úgyhogy minden rendben van.